A legtöbb anime rajongó életében időnként van olyan pillanat, amikor a sok-sok akciódús, vérkomoly, belezős anime után valami könnyed szórakozásra vágyik. Olyan animére, aminek nincs egetrengető sztoria, hanem csak kelleme szórakoztató cselekménye, amivel egy nehéz nap után csal a néző arcára. Jó magam is egy efféle pillanatomban kezdtem bele a New Game című animébe, amivel bizony frankó megütöttem a főnyeremény. Nos, azt azért nem mondanám, hogy gyakran nézek Slice of Life vígjátékokat, mivel azért engem elsősorban az akció vonz. És igazából tökéletesen meg tudom érteni azokat is, akik értelmetlen, gyerekes, moe szarságnak tartják az animeipar efile termékeit. De azért ne felejtsük el megkülönböztetni az egysivel és fanszervizzel teletömött, viccesnek tűnni akaró, ám inkább kínosan idegesítő alkotásokat az olyan színvonalasan szórakoztató és aranyos animéktől, mint a New Game. Az alábbi anime a videójáték készítés világába kalózó el a nézőt. Fő szereplőnk az Aoba, egy a középiskolát éppen kijárt, általános iskolásnak kinéző 18 éves, aki a suli végeztével egyből a mély vízbe veti magát, és álláskap egy játékfejlesztő cégnél. Ráadásul a cégnél a kedvenc JRPG sorozatának a Fairy Story legújabb részét készítik, amitől minden nap óriási lelkesedéssel megy dolgozni. Az anime nagy vonalakban három dologról szól, egyrészt Aoba beilleszkedéséről, ahogy fiatal zöldfülőként a sok-sok tapasztalat szempály között egyre jobban feltalálja magát, ahogy a játék készítéshez csak minimálisan értő kezdőből remek karaktertervező lesz. Másrészt figyelemmel kísérhetjük egy játék elkészítését. Az anime jól bemutatja, hogy egy szívvel, lélekkel és nagy gondoskodással készített projektből hogyan lesz egy minőségi alkotás. És végül természetesen itt vannak a szórakoztató Slice of Life vigyáték elemek, amik bizony remekül működnek az animében. Egy nagyon kedvelhető és szimpatikus csapat minden kísérhetjük nyomon, amit egyszerűen szólva csak jó nézni. Igazándiból a Slice of Life között minőség szempontjából valahol ez képviseli az ideális szintet. Nincs teletömve értelmetlen fanszervizzel és egy ez az anime példáson kellemes szórakozást nyújt. Tipikusan olyan anime, amiből esténként lazítás gyanán jó megnézni egy-két részt, egyfajta relaxáló, engedő szórakozást nyújt. De persze ez nem is az a végjáték, aminek nézése közben az ember az elejét a végéig visít a röhögéstől, hanem az, aminek minden részét szélesen mosolyogva, néha-néha felröhögve nézi végig. A főszereplő Aoba reakcióit és viselkedését is remekül bemutatja az anime. A New Game reálisan visszaadja azt a kezdeti feszültséget és tanástalanságot, amit egy friss kezdő érez egy számára ismeretlen környezetben. A lány szépen beilleszkedik a csapatba, a sok kedves szempály segítségével pedig beletanul a munkába. Karakterek szempontjából is pozitívan tudok nyilatkozni, még úgy is, hogy kb. mindegyiket láttuk már valahol. A cég dolgozói természetesen mind szebbnél szebb lányok, ki hitte volna, és igazából van itt minden létező típusból. Félénk lány, vagány fiús lány, kedves onécsan, jófej milf, ijesztőnek tűnő, de egyébként jófejnő, meg e félék. Egy nagyon szerethető, jól összeszokott baráti társaságot ismerhetünk meg az animében, aminek az összes tagját sikerült megkedvelnem külön kiemelném a főnököt, Jagamit, aki valami eszméletlen jó fej karakter volt. Technikai szempontból sincs sok gond, a grafika nagyon szép és aranyos, a szinkronok remekül illenek a karakterekhez, néhány hang egyenesen profi. A zenéket mondjuk jóformán észre sem vettem az animében, leszámítva az opening ending párosban, amik azért egész kellemesek. Összességében a New Game nem akar többnek látszódni annál, ami. Egy kellemes, aranyos Slice of Life sok-sok kedvelhető, szimpatikus karakterrel, iskolai környezet helyett ezúttal munkahelyen. Ha egy kis lazításra vágysz, nyugodtan tegyél vele egy próbát. Köszönöm a figyelmet, Rafanír voltam, sziasztok!